Lakatos Vince könyveit olvastuk többen. Úgy elindult egy baráti kör tagjától, ajánlotta ő, és hát én személy szerint olvastam az Árva népem, a Hatrongyos, az Uganádas, Kunok krónikája, a Mécsvilágnál, és hát annyira megfogott az ő egyszerű emberhez közeli fogalmazás módja, olyan ízesen, olyan szépen fogalmaz, amiben a táj szépségét, az élet nehézségeit, mindent belefoglal, olyan mívesen, hogy élményt adó, múltba visszatekintve hatalmas múltbéli élet voltáról teljes képet ad, és mi gyerek, én gyerekkoromra nyúlik vissza ezeknek a regényeknek a íródási ideje. Hát még valamit abból én is éltem. Tehát nem áll hozzám távol, nem ilyen szóval nem nyomorúságos, de azért mondhatni úgy, hogy ezt a, én nem voltam szolgáló, vagy béres, vagy satöbbi, de annak a kornak a szegénységét én is megéltem. Most ebbe a korba, amiben most élünk, van viszonyítási, hasonlítási alapom. És ezért hatalmas munkának tekintem az ő igaz, valósághű megfogalmazás módját, amit kell, ezekbe a könyvekbe találkozunk. És miért fontos, hogy visszaemlékezzünk akár a könyveken, akár a filmjeink keresztül arra a korra, a mai korrohanó embere miért fontos, hogy visszaemlékezzen? Én azért tartom fontosnak, mert azzal az életformával, ami akkor itt nálunk uralkodott, igazán valósághűen ezekből a könyvekből lehet ismeretanyagot szerezni, és olyan őszintén és olyan valósághűen fogalmazza, írja le az akkori társadalmi viszonyokat, emberi életformákat, amelyek talán egy picit tanúságként is szolgálhatnának a mai kor emberének. Mit értek ez alatt? Akkor nem volt ilyen irítség, mint most. Segítette egyik szegény a másikat, amivel tudta azzal. Közelebb álltak emberileg egymáshoz az emberek, mint most. Most futunk, szaladunk. Nem nagyon érünk rá másra, csak hagyjuk a pénzikét, amiből sose lesz elég. Nyilván őnekik is az volt a fő motiváló mozgatórugója, hogy előbbre jusson, lásd a Hatrongyost, a tartalmát, vagy az Árva népem, stb. A Mécsvilágánál azért fogott meg nagyon-nagyon mélyen ez a könyv, hogy a tanítók, akik akkorra úgy fölnéztünk, és ők voltak a napfény a pusztaságba, akik mindent tudtak. Akármit kérdeztünk, a tanítónéni biztos tudta. És példakép volt ő, hatalmas tiszteletnek örvendett, hogy segítette, milyen küzdelmek árán ezt a kis buta paraszt gyerekeket, akik oda jártunk, mert én is oda jártam a Tajó 2-es számú általános iskolába, 1-től 4-ig egy osztály, egy tanítónéni. Tanítónének tisztelettel jelentem, az osztály létszáma 42. Annyian jártunk 1-től 4-ig. A felső tagozatban hasonló létszámmal. És ott olyan rendet tudott teremteni, amit most valahogy példaértékűnek kellene tekinteni. Nem tudom, hol romlott el ennyire, hogy ilyen elítélendő dolgok történnek a mai tanárokkal. Nem tudom ki az oka, tudom, csak nem illik mondani. És ez szomorú, hogy így van. Ha Csatrang Andrástól valaki azt kérdezte volna, kinek a bűribű csinálna legszívesebben dohányzacskót, alig ha mondott volna egyebet, hát, aki azt a kukacos adót kitanálta.
mert ugye nem lehet az ki négy sarokra, aki azt meri mondani, hogy szívesen fizet porciót. A jó Isten tudja, mi húzza ennyire az adóhivatal a magyar ember hajaszálát? Tehát azért, mert ezer esztendeig úgy izzadta ki a sarcot, hogy nem nagyon látott belőle semmit vissza. Andrásban meg kivált képen is nagy volt az ilyesmi iránti undorodás világ életébe. Mert olyan fösvény, hogy a kakas alatt is tojást keres, és meg lehet fejni egy tálkorpánál. De most már megint az ámerre érkezett, vagyis kiküldte a végrehajtó az erőszakos papírt. Az urak árverési értesítőnek tisztelik. Szóval András befogta a gamókat a kocsikenyécs után síró fakószekér elé, aztán elindult. Az eperfás tanyától a címeres toronyig hosszú az út. Amíg a lovacskák poroszkáltak, nyüzsöghet az ember kalapja alatt sok mindenféle gondolat. Csatrang András is gyötörte a eszét. Mégpedig azon, hogyan lehetne az adóhivatalt csúfát tenni. De csak nem vágódott az eszébe semmi. Már a hízott ludakat is átadta a csöngő zsidónak, a lovakat beállította a nyiszorgó udvarába. De csak egyre főhősödött a homloka. Megindul a városházára, csak úgy tempósan, lassan. Mintha már az volna az utolsó reménysége, hogy mire odaér, megnyílik a föld az adóhivatal alatt. Az ajtóba hóna alá veszi a zsíros taszlakalapot, begombolja magán a szalmapöszlékös, subaszűrös dakuködmönt, aztán begyűri magát a szobába, ahol a végrehajtók meg az adóírnokok szivaroznak. Jó egészséget adja Isten! Magának is! Szíveskedik vissza egy kákabélő írnok. Hát, jó vigyázó, hallja! Én vagyok a Csatrang András. Isten étesse, mi áradba van? Hát azt mondja mög, ki írkálja itt ki az adót? A kákabélő vállalja, hogy majd ő. Avval beleüti a pápa szemes orrát egy rettentő nagy könyvbe, nyálazza az ujját, forgatja, nézi hátulról előre, előről hátra. Aztán csak megvakarja a halántékát a pennaszárral. Van ám itt, öreg, két Csatrang András is. Már most akkor melyik maga? A zsanai vagy a sáskalaposi? András előtt a reménység lidérce csillanik fel. Tudja ő nagyon jól, hogy ki az a másik Csatrang András, sógorság, komaság. Ha nem is tartják az ismertséget, mióta összepörösködtek a Zsófi Ángyi Jussán. Nagyot csikordul hirtele András eszekereke, de arra is vigyáz, észre ne vegyék, hogy hamisan mér a szóbeszéd fontján.